Ahogy a patrióták megjelenésével Európában létrejött egy új erő, úgy Amerikában is megfordul a szél. A demokraták mennek, a republikánusok jönnek, és Donald Trump ismét amerikai elnök lesz. Ezt mondta Orbán Viktor az állami rádióban vasárnap reggel. Közben üzent Moszkva is. Dmitrij Medvegyev közösségi oldalán osztotta ki Trumpot, hogyha megpróbálja megállítani a háborút, akkor könnyen az új Kennedyvé válhat. A Híradónk által megkérdezett szakértő szerint ez a kijelentés erős párhuzam, és nem meglepő, hogy Oroszország így vagy úgy kommentálja az amerikai elnökválasztást. Erős hét áll előttünk, az egész nyugati világ története szempontjából erős hét. Ezt a miniszterelnök az Állami Rádió vasárnapi újság című műsorában jelentette ki, majd hosszasan elemezte, hogy az európai választások eredményeképp létrejött egy új erő Európában a patrióták frakciójával, és Orbán Viktor szerint most amerikán a sor, hogy ott is megforduljon a szél, vagyis menjenek a demokraták és jöjjenek a republikánusok élükön Donald Trumppal. Tehát nagy változás előtt áll a nyugati világ. Van egy új közép, szerintem, van egy új többség. Az emberek nagy többsége békepárti, migrációellenes és genderellenes. Ezeket az erőket képviseljük mi patrióták Európában, és szerintem ezek az erők kerülnek kormányra kedden az Egyesült Államokban. Akárki is nyeri, Magyarországnak nem szabadna mindent egy lapra tenni Trump győzelmére. A korábbi külügyminiszter Híradónknak hangsúlyozta, nincs arra esély, hogyha Donald Trumpot elnökké választják, akkor rögtön vége lesz a háborúnak. Még azt sem lehet kizárni, hogy Trump keményebb politikát folytat Oroszországgal szemben, hiszen Amerika nem engedheti meg magának a vereséget, márpedig, hogyha Putyin felülkerekedik, az az egész nyugati világnak a veresége újabb háborúk veszélyét hozza magával. Közben Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök, aki jelenleg az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnök helyettese, közösségi oldalán keresetlen szavakkal fejtette ki véleményét az amerikai elnökválasztás kapcsán. Mint fogalmazott, Trump nem tudja megállítani a háborút, nem egy nap alatt, nem három nap alatt, nem három hónap alatt. És ha valóban megpróbálja, könnyen az új Kennedyvé válhat. A Híradónk által megkérdezett történés szerint ez a párhuzam erős. Nyilván korábban is volt olyan, hogy beszólogattak, főleg itt a Putyin időszakban az elmúlt 15 évben, de azért az, hogy európai politikusok állást foglalnak amerikai kampányban, az nem csak Magyarországra jellemző. Tehát mondjuk a brit munkáspárt, illetve a német külügyminisztérium egyaránt beszállt a Harris oldalán a választási kampányban az elmúlt két évben. Hozzátette, az, hogy európai kormányok vezetői teszik le a voksukat egyik vagy másik jelölt mellett, jól mutatja az európai politika és ezen belül az Európai Unió politikai megosztottságát.